Szép jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok! És látok nagyon sok régi arcot, akik már régóta járnak, és újakat is, akik most jöttek először. Látszólag a zen mindig ugyanazt tanítja. És ez azért lehetséges, mert a zen inkább kérdést tesz föl, és nem valami fix hitet, vagy ortodox tudást próbál meg belédoltani. Feltesszük a kérdést, hogy mik vagyunk mi emberek? Miért jöttünk erre a földre? Miért születtünk emberi testbe? Mi a dolgunk? Ezekre a kérdésekre gyakran más és más választ adunk. Eltelik egy év, két év, felnövekszünk, megérünk, megöregszünk, és ezen időszakokban más és más választ adunk arra, hogy miért vagyunk itt. Petra most boldog emese karjában, és még nem is tudja, hogy mennyi kérdés vár rá. De már sejti. Már az anyamékben elkezdte sejteni, amikor édesanyja hallgatta a dharma beszédeket, és járt ugye az elvonulásokra úgy, hogy Petra közben nőtt és nődögélt. És egyszer csak megtanul beszélni, járni, az összes emberi funkciója gyönyörűségesen ki fog fejlődni, és egyszer a szüleinek, aztán a barátainak, aztán önmagának fölteszi a kérdést, hogy de miért? Miért jöttünk ide le erre a földre, ebbe a testbe, mi a dolgunk? A kérdés nem csak, hogy jogos, hanem ez a leghúsba vágóbb kérdés, amit valaha föltettünk. És nézd meg, hogy mennyi vallás, mennyi hit, mennyiféle tudomány, nézet próbál meg erre választ adni. És a zen tanítása nem mondja, hogy ezek a válaszok helyesek, vagy helytelenek. Hanem inkább azt a kérdést tesszük föl, hogy ezek a válaszok a tieid, vagy nem. Ezeket te tapasztaltad meg, te szülted meg, vagy sem. Tehát rengeteg konzervnézettel, előre nyomtatott könyvvel van dolgunk. De mi az, amit valójában mi tapasztaltunk meg? És ezen pontosan ezért irányul közvetlenül a tudatra, és nem az írásokra. És igazi önvalónk tapasztalata az, amely autentikus, egyedi, de mégis közös. És ennek az átadása nem valami külsőséghez kötött, hanem tényleg tudattól tudatig, szívtől szívig terjedő kapcsolaton és tapasztalaton múlik. A Buddha 28 évig élt úgy a palotájában, hogy királyi édesapja akaratára semmilyen kérdést ne kelljen feltennie, mindene megvolt, többszörösen. És mégis, amikor a palotából kiutazott, és meglátott négy fontos alkotórészt az ember életéből, a születést, öregséget, betegséget és halált, akkor megkérdezte, hogy miért? Mire jó ez az egész? Hogyha üres kézzel jövünk és üres kézzel távozunk, akkor mit ér az a 70-80, esetleg 90 év, amit itt töltünk? És akkor látott egy ötödik jelenséget, azt a gyakorlót, azt a jógit, azt a meditátort, aki a zen szavaival élve az utat kereste. Azt az utat, amit mi magunk bejárhatunk saját szabad akaratunkból, mégis abban a szellemben, azzal egységben, amiért megszülettünk. És nem csak Shakyamuni Buddha, hanem más nagy tanítók belátták, hogy amit ezen a földön egyedüli munkaként elvégezhetsz, az a saját egoitásod illúziójától való megszabadulás. Tehát az az én, az a személyiség, az az egoitás, amit annyira konkrétnak gondolunk, és annyira védünk, mert azt mondom, hogy én vagyok. Ez én vagyok. A legközvetlenebb és legelsődlegesebb valóság, amit tapasztalunk felnövekvésünktől fogva. Mégis
ezen illúzió belátása a szellemi cselekedeteinknek a végpontja. És az egoitásunk illúziója helyett az önvalónk végtelen terét és végtelen idejét tapasztaljuk. Petra is, csak egy kicsit később. Miért fontos ez? Azért, mert a Buddha belátta, hogy ebben az életben mindenki szenved valamikor, valami módon, de tapasztalunk szenvedést. És ennek a szenvedésnek egyszerűen tagadhatatlan a ténye. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnénk boldogok. Ne tapasztalhatnánk dicső, magasztos és egyéb gyönyörű pillanatokat. Csak hogy ezek mind elmúlnak, ezek végül is elégtelenek, és mind többet és többet akarunk belőlük. És a kérdés az, hogy mi ennek az oka. Tehát a szenvedés oka az a második a nemes igazságok közül, és ezen okok belátása alapvető ahhoz, hogy megértsük emberi létünk lényegét és gyökerét. És a szenvedés oka nem más, mint a ragaszkodó, nem látó, szomjazó magatartás vagy tudat. Akarok valamit, amit nem tudok megragadni, mert kicsúszik a kezem közül. Szomjas vagyok valamire, amiből minél többet iszom, annál szomjasabb leszek. Ragaszkodom valamihez, ami jön és megy, megjelenik és eltűnik, és nem tudom megtartani. Egy olyan testben vagyok, amely mulandó, tökéletlen és függ. Ebben a szobában mindenki oxigénfüggő. Mindenki. 5 percre megvonom magunktól az oxigént, vége. És van egy tudat, amely szomjúhozza a tökéletességet, az öröklétet és a szabadságot. Tehát egy ilyen tudat, egy ilyen testbe szépen bele van helyezve. Magyarul mi megszülettünk ebbe a helyzetbe. És az igazi kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Mire jó ez az egész? Az élet mindig újra termeli önmagát. Jönnek az újabb generációk, az újabb öröm, az újabb bánat, az újabb lehetőség, hogy megújítsuk önmagunkat. De ez eddig ezen a földön mindig is mennyiségi úton jelentkezett, és amint azt az ábra mutatja, 7 milliárdan vagyunk a bolygón, és újabb és újabb életek jönnek erre a világra, és az igazi kérdés, hogy minőségileg tudunk-e magunkon javítani. És ez már nem csak spirituális kérdés, ez már létkérdés, egzisztenciális kérdés is. Azért lett ez ilyen, mert elértünk bizonyos határokig. Elértünk társadalmi emberi tűrőképességek határáig, elértünk a bolygó bizonyos rendszereinek, ökoszisztémájának a tűrés határáig, és hogyha nem változtatunk tudatunk minőségén, akkor emberi életünk még szenvedéstelibb lesz, és már nem csak a tökéletlenséggel vagy kielégíthetetlenséggel, a feltételekhez kötöttséggel és a mulandósággal kell majd foglalkoznunk, hanem sokkal több ember alkott a szenvedéssel is, mint például háború, éhínség, járványok, stb. Stb. Magyarul, ha nem látjuk be az okot és az okozatot, akkor a szenvedés okai is okosodnak, ha pedig belátjuk az okot és az okozatot és változtatunk magunkon, akkor ráléphetünk a szenvedés megszüntetéséhez vezető útra. Tehát, ahogy a Buddha meglátta, hogy a szenvedésnek van ténye és jelenvaló valósága, ugyanúgy meglátta, hogy annak van megszüntetése. És hogy a szenvedésnek van oka, ugye a megszüntetésnek van útja. Az a kérdés, hogy mit akarunk. Az a kérdés, hogy az egoitásunk illúziójához ragaszkodunk-e, a jóról és a rosszról alkotott nézetvilágunkhoz ragaszkodunk el, vagy elkezdjük a port kitörölni a szemünkből, és meglátni azt, ahogy a világ valójában van. Ahogy mi valójában létezünk. Ahogy valós viszonyaink vannak az emberekkel.
És az a legszomorúbb, hogy az emberiség nagy része erre ugyan képes, de nagyon nehezen hajlandó. Ugyanis ez önképváltozással, illúzióvesztéssel jár. És ettől félünk a legjobban. Ezért még inkább a szenvedést is vállaljuk, de nehogy mi magunk megváltozzunk mélyen, alapvetően. Nehogy a magunkról alkotott elképzelések eltűnjenek, mint por a szélben. És ha megnézed, ezért ragaszkodunk, hogy belül ezt a változást megállítsuk. És csak azzal a sebességgel vagyunk hajlandó változni, ahogy az ok és okozat ezt elkerülhetetlenné teszi. Magyarul akkor tanulunk, amikor a fal adja a másikat. Amikor már kikerülhetetlen. Amikor már nagyon-nagyon fáj. Előtte nem. Előtte nem hallgatunk a lélek finomabb hangjaira. Nem hallgatunk a gondolat finomabb összefüggéseire. Nem hallgatunk a lélek rezdüléseire. Nem hallgatunk a mélyebb, tisztább érzelmeinkre. Hanem inkább követjük az érzékszervi vágyainkat, engedünk a haragnak, engedünk a téves nézeteknek, és ebből legyártunk egy olyan nézetvilágot, egy olyan illúzióvilágot, amelynek az igazát mindenképpen igazolni akarjuk, mindenképpen igaznak akarjuk látni azt, amit mi gondolunk, és megvalósultnak azt, amit érzünk. És ezért nagyon-nagyon sok mindenre hajlandóak vagyunk, hogy nekünk igazunk legyen. Csak ennek a megváltozásával, ezen igazságkép megváltozásával, vagy én kép megváltozásával lehet az úton járni. Az első és legfontosabb lépés azt látni, hogy a tudat képes teremteni. És ez egy teremtett valóság, amiben élünk. Ez nem önmagától van. Ez a bot nem mondja azt, hogy bot. Én mondom, hogy bot. A bot nem tudja, hogy ő barna. Mi mondjuk rá, hogy barna. A botnak nincs olyan tudatossága, hogy én fából vagyok. Mi emberek mondjuk rá, hogy fából van. Tehát ez a világ, ez egy tudatunk által teremtett világ. És a legelső és legfontosabb mozdulat az, hogy észrevegyük a tudat teremtését, hogy hogyan teremtjük ezt a világot, nem csak magunknak, hanem egymásnak. Ha ezt a teremtést nem csípjük nyakon, akkor azt sem látjuk, hogy hogyan hozzuk létre a jót és a rosszat. A kellemest és a kellemetlent. A boldogságot és a boldogtalanságot. És akkor azt sem látjuk, hogy hogyan hozzuk létre az életet és a halált magunkban és másokban. Hogyan hozzuk létre a nézeteinket, hogyan mondunk igazat, hogyan ferdítünk, hogyan hazudunk, hogyan esküszünk, hogyan káromkodunk. Hogyan jön létre mindez a tudatban, és ehhez jelen kell lenni. Ehhez ebben a pillanatban tiszta, tükörszerű tudattal jelen kell lenni. És ezen jelen léten múlik minden. Ha észrevetted, hogy a tudat hogy teremt, akkor azt is észreveheted, hogy ez a teremtés a valósággal összhangban van, vagy megpróbál valami alternatív világot teremteni. Rengeteg alternatívát szeretünk. De a projekciók, azok újabb illúziókat szülnek. És a teremtés mozdulata nagyon-nagyon ritkán van teljes összhangban ezen világ, ezen valóság működésével. Utána a teremtésünket szeretjük ellenőrizni, hogy tényleg olyan, amilyennek szeretném tudni? Nem változik? Nem vesz fel olyan minőségeket, amilyeneket nem szeretek? Amikkel nem értenék egyet? És ez a gyereknevelésben egy nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát olyan lesz a gyerek, az én gyerekem, amilyennek nem szeretném. Úgy beszél. Hol tanultad ezt? Kitől látta ezt? Hogyan gondolhatja ezt és ezt? Tehát a változások állandó ellenőrzése, ez a második hatalmas probléma. Nem engedjük azt, hogy a dolgok és az emberek természetes módon fejlődjenek, mert aggódunk a helytelen, szenvedésteli következményektől. Nem veszük észre, hogy ez az ellenőrzés maga a szenvedésteli következmény. Ez az állandó
rendőrszerű, hogy vagyok én, és a tudatomban egy rendőr, amelyik állandóan ellenőriz. Ellenőriz, ellenőriz, ellenőriz. Mivel lehetne ezt kiváltani? Hát talán ki lehetne váltani iránymutatással. Az úton járás az pontosan ezt valósítja meg belül, hogy irányt szabok az életemnek, és ezt azon tudás és belátás alapján tehetem, hogy megérzem, meglátom magamban, hogy miért születtem meg. Mi az életfeladatom? Mit kell tennem? Kikkel kell társulnom? Ezt mi hoztuk létre korábban. És születésünkkor szépen kibontjuk, megvalósítjuk legjobb tudásunk, belátásunk szerint. De ha ez az életfeladat nem világos, akkor a teremtésünk sem az. És hogyha az ellen dolgozunk, amiért megszülettünk, ezt hívjuk önsorsrontásnak. Ekkor fejlődünk visszafelé. Ekkor ártunk magunknak és másoknak is. És ha erről lemondunk, hogyha hajlandóak vagyunk egyszerűen és tisztán látni, és egyenesen haladni, akkor az ellenőrzésre sincs már szükség. Csak arra van szükség, hogy tartom-e az irányt, vagy nem. Mondhatnád, hogy ez az ellenőrzés újabb formája. Igen, de nem jóra és rosszra, énre és másra, szeretemre és nem szeretemre hasított, nagyon szubjektív, nagyon relatív, követhetetlen ellenőrzés. Ehelyett átveszi az iránytartás ennek a szerepét, hogy abba az irányba megyek-e, amerre tényleg mennem kell, avagy sem. És ekkor az akaratod is megváltozik. Az akarat nagyon fontos. Nem csak azért, mert a szabadságunkat az akaratunkkal vívjuk ki, és a szabad akaratunk az, amely a döntést hozza látszólag, hanem azért, mert az akaratból erő származik, és enélkül az erő nélkül mi nem akarunk élni. Az akarat erő létünk egyik alapvető mozgatója. Akarok valamit, energiát fektetek bele, megcsinálom. De mi vezérli ezt az akaratot? Valójában mit akarunk, és miért? És hogyha megnézed az elsőt, hogy kötképeket rajzolunk a valóság láthatárára, lábakat festünk a kígyóra, akkor valójában ezt akartuk? Nem. Valami szokás, valami karma, valami belső tehetetlenség ragadtatott minket ilyen cselekedetekre. De mégis megtettük. Tehát valami olyat tettünk, amit nem akartunk, de mégis rajtunk keresztül valósult meg. Miért? És a folyamatos ellenőrzéssel szeretnénk ennek elejét venni. De hogyha illúzió mentesen látjuk a valóságot, beleértve önmagunkat, ahogy az van, és ellenőrzés helyett irányt tartunk, akkor az akaratlényünk is átalakul. Akkor a szabadság is új értelmet nyer. És főleg nem azt az értelmet, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem talán azt, hogy vegyük észre, hogy milyen világban élünk, kikkel élünk együtt, milyen helyzetben vagyunk, milyen viszonyunk van egymással, és a cselekvés ebből következik. Ezt hívjuk egyéválásnak, vagy belesimulásnak a világba. És ez nem egy ilyen vakságra alapuló belesimulás, vagy egy ultrakonform viselkedés, amikor mindennel és mindenkivel egyetértünk, csak hagyjanak békén. Ez az akarat, ez önálló és kollektív egyszerre. A világgal egyé vált, de egyéni felelősségen alapuló akarat egyszerre. És hogyha ez az egyé vált tudat, nem pedig az egyéni, elkülönült, egoisztikus tudat ennek az akaratnak az alapja, akkor valósul meg az, amit a régi taoista bölcsek úgy mondtak, hogy egyé válsz az úttal, az úttá válsz. És akkor a ragaszkodás megszűnhet. Mert ez a legnagyobb problémánk, hogyha kijelöltünk valami felhőt, aminek a létét állandóan ellenőrizzük, és görcsösen akarjuk,
és minden energiánkat ebbe tettünk, utána ehhez ragaszkodunk, nehogy elmenjen, nehogy megváltozzon, nehogy elmúljon. Ezek a tudatnak a pótcselekvései, mert így akar valamit kisajtolni ebből a mulandó világból. És ez az az álom, ez az az illúzió, amely görcsösen igyekszik a valóságot behelyettesíteni. Mi szeretnénk ezt elérni? Hogy az álmaink úgy valósuljanak meg, hogy a való világot lehetőleg kiiktassák, és lefedjék. És ennek pont az ellentetje az út, hogy ébredjünk fel, engedjük el az álmainkat, de valósítsuk meg a céljainkat. Tehát ne illúzió világban éljünk, hanem ebben a valós, jól látható, jól hallható, jól gondolható, jól érezhető világban. És ez az elején nagyon kellemetlen tud lenni. De a felébredett tudat, az fel tudja adni önön illúzióit, a ragaszkodó, ellenőrző, akaratos, illúziókkal élő tudat pedig nem. És az igazi kérdés, ahogy a bevezetőben mondtam, az, hogy fel tudod-e adni a saját egoitásod illúzióját ebben az életben, vagy sem. És ezt nevezheted megvilágosodásnak, megváltásnak, felébredésnek, útonjárásnak, szekérderéknyi könyv és könyvtár szól erről. De igazából egyetlen egy mozdulatra van belül szükség. Tedd félre saját magad. És ha ezt meg tudod valósítani, akkor az úton jársz. De félre tudjuk-e tenni azt, amit életeken keresztül a legfontosabbnak tartottunk, és mégsem valós. Mégsem tudsz rá alapozni. Mert látod, hogy jön és megy. Mulandó, feltételhez kötött. És az érzékszervi lét, a testhez kötött lét pontosan ezt a feladatot rója ránk. Hogy ébredjünk föl ebből az álomból. Megszületünk, és évekig tart, amíg megtanulunk ugye felnőtt módjára viselkedni. Legalábbis biológiailag. De mikor tanulunk meg tudatilag felnőtt módjára viselkedni? Mikor ébredünk föl oly mértékben, hogy belássuk ennek a földi életnek a valódi célját, és nem valami álomvilágot akarnánk görcsösen megvalósítani, amit úgysem lehet. Úgyhogy amikor a zenről van szó, és a megvilágosodásról, a felébredésről, az útonjárásról, az nem valami homályos kínai-koreai termék, amit itt megpróbálunk kisuvickolni, és valahogy szépen katonákra szabdalva tálalni. Ez az út, ez mindegyikünkben benne van. És ez pontosan azzal a kérdéssel nyílik meg, hogy miért vagyok itt, mi vagyok én valójában, mi a célom ebben az életben, miért születtem meg. És ezekre a kérdésekre te magad, a saját tapasztalatodból adhatod meg a választ, arra pedig itt van a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség, hogy az utadon segítsen. Mert a jó hír az, hogy nem egyedül kell járnod ezt az utat. Mindannyian nagyon hasonló helyzetben vagyunk. És azok, akik eldöntötték, hogy a felébredés útját járják, azok összefognak, és az erejüket egyesítik azért, hogy közös gyakorlattal, közös tudattal szabaduljanak meg a szenvedés okától, és valósítsák meg a szenvedés megszüntetését. Úgyhogy bevezetőnek ennyit szerettem volna mondani, és most akár a zennel, akár az élettel, a karmával, az okkal és okozattal kapcsolatos bármely kérdéseteket szívesen várom, és megpróbálom legjobb képességeim szerint megválaszolni. De amit tudni szeretnél, ami valójában érdekel, az sokkal fontosabb, mint a zen története vagy módszertana. Viszont nagyon szívesen beszélek még például a zen gyakorlatról, főleg a koan gyakorlatról. Hát azért a koan gyakorlatról, mert az a hagyományunk szellemi gerincvonala, és ez a paradoxon használata arra, hogy hogyan tudod a tudatot mentesíteni az illúzió világ kötelmeitől, a ragaszkodásod békjóitól. A koan olyan, mint egy megoldhatatlannak látszó történet, és most mondok egy közepes erősségűt. A 6. pátriárka Huineng a saját templomában hallott két szerzetest vitatkozni,
És a két szerzetes közül az egyik azt mondta, a szél mozgatja a zászlót. Mire a másik azt mondta, nem. A zászló mozog a szélben. Hatodik pátriárka rájuk förmet. Nem a szél mozog, nem a zászló mozog, a tudatotok mozog. Na de hát, a hatodik pátriárka akkor miről beszélt? Az eredeti tudatról, ami nem mozdul, vagy a szerzeteseknek a kis egyéni tudatáról? Tehát téged kérdezlek, hogy valójában mi mozog? Szél vagy zászló? Ha gondolkodsz, akkor nem tudod megválaszolni helyesen ezt a koant. De ha egyé válsz a koannal, egyé válsz a széllel és a zászlóval, akkor bizony meg tudod válaszolni. És mindez lehetséges. Tehát a koan gyakorlat az az egyé vált tiszta tudatnak, igazi önvalónknak a gyakorlata, és ez azért szép, mert ugye a puding próbálja azt, hogy megeszik. A tudat próbálja azt, hogy belehelyezed egy bizonyos környezetbe, és az ott tud szépen működni, és megoldja a problémát. Egy újabb. Mangung Zen mester egy gyertyát gyújtott, és oda tette az ablak elé. És megkérdezte a szolgálóját, hogy melyik az igazi fény? A gyertya fénye, vagy az ablakból tükröződő fény? Erre a szolgáló elfújta a gyertyát, és megkérdezte, mester, na most mit tehet? Mangung Zen elővette egy gyufát, és újra gyújtotta a gyertyát. Az ebből származó kérdés pedig mindenki számára a következő. Melyik az igazi fény? A gyertyafénye, vagy az ablakból tükröződő fény? Ragaszkodsz a gyertyához, hibázol. Ragaszkodsz az ablakon, ugye tükröződő fényed, akkor is hibázol. Nem válaszolod meg a kérdést, akkor adós maradtál. És ez kamatozik. Nagyon keményen. Mielőtt Mangung Zen újra gyújtotta volna ezt a gyertyát, azelőtt nem volt fény. Tehát honnan jött a fény? Tehát mindezen koanoknak az első és legfontosabb eredménye a nem gondolkodó tudat. Mert rájössz, hogy nem tudod. És ez a nem tudó tudat, ez egyé válik a világgal. Egyé válik a világ lényegével. Az az állandó tudatmozgás, ami az énedet újra és újra megteremti, elcsitul. És ezért az egoitásod illúziója, az éned érzete is elcsitul. És amikor ez megvalósul, akkor egyszer csak a tiszta tükör tudatodban tükröződik a válasz. És ezek a koanok tényleg tudatunk legmélyére hatolnak, és megmutatják azon tudatunkat, amellyel mi a megoldást keressük. És ez a tudat nagyon gyakran nem tiszta. És azzal, hogy a tanítóval újra és újra találkozol, újra és újra megpróbálod a koant megoldani, ezen szokásokra láthatsz rá, és ezen szokásoktól mentesülhetsz. Ezt azért mondom, mert a bevezető elméleti részében úgy tűnt, mintha ezen a világon csak szenvedés lenne, és csak annak lenne oka és megszüntetés útja. Nem. Ennek van egy praktikus alkalmazása, amivel az egész élet, az egész hozzáállásunk megváltoztatható. És ebben segítenek a koanok. Van kérdésetek, vagy mondjak még koanokat? Van egy abszolút válasza ennek a koannak, tehát egy megoldás, hogy mindenki ugyanra jön rá. Tehát ez nem. A kérdés. Ezek a koanok, ezek még kultúrkörönként és hagyományonként is picit más válasszal bírhatnak, de nagyjából ugyanabban a régióban terülnek el. Tehát részleteiben különbözhetnek, például egy adott koan, milyennek a botnak a Buddha természete, az erre adott válasz egy japán iskolában és egy koreai iskolában teljesen más lehet, de mégis kapcsolódik a Buddhához és bemutatja annak a természetét. Tudod? Tehát, mint minden, itt is relatív minőségekkel dolgozunk.
Tehát ahhoz képest, hogy a tanító és az adott iskola mit tanít, ahhoz képest lesz ez vagy az a válasz a kuhanra, de ezek nagyon nem különbözhetnek, hiszen mindenki két szemmel, füllel, aggyal és egyébbel dolgozik. Jó? Tehát leegyszerűsítve ez így működik. Viszont be kell látni magának a kuhan gyakorlatnak a célját ahhoz, hogy elviseljük ennek a relativitását. Tehát nem azért dolgozunk, hogy egy abszolút értékű, mindenek fölött álló, megfelebbezhetetlen és változtathatatlan ugye, választ kovácsoljunk ki magunkból, amit kötáblával vésünk, és aztán azt és csak azt. Nem. A kóan eszköz. Nem cél. Eszköz arra, hogy felébredj. És ennek a felébredett tudatnak egyébként a gyakorlása, ellenőrzése, finomítása mind kuanokkal történik. De ez a gyakorlat, ez megengedi azt, hogy a kuanoknak más és más válasza legyen, függően attól, hogy mely kultúrkörben, mely tanító által ugye, kerül eléd. Még olyan is volt, hogy Sung San Zen mester, eredeti tanítom, ő frissítette a kuan válaszokat. Még 10 évig egy adott kuannak ez volt a válasza, és akkor az öreg azt mondta, hogy ez nem rossz, csak van egy ennél magasabb szintű is. És akkor padlót fogtunk, hogy az egészet láthatóan előről kell kezdeni. Tehát nem az volt a frissített válasz értelme, hogy az előző az rossz volt, hanem visszavitt téged kezdőhelyzetbe. Nehogy már te büszke legyél arra, amit megcsináltál, és ilyen különböző én a kóan megoldó emberke című személyiséget legyártsál te magadnak. Jó, megoldottad, rendben van. Most van egy ennél jobb is, tessék újra visszaülni a párnára, és türelemmel dolgozni rajta. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenre jó ez. Mondd. Hogy most például azt nem értem, hogyha van egy válasz abba a körbe, most az a válasz, valaki elmondja valakinek, akkor az... Akkor az semmit nem ér annak az embernek a számára, aki ezt csak úgy megtudta. Sőt, általában elfelejtik ezeket. Még hogyha le is írja, akkor is... Tehát nem az övé. Ez körülbelül olyan különbség, mint amikor valakit helikopterrel mondjuk felvisznek a K2-esre. Az a top 10-8000-es közül az egyik legnehezebb. Gyakorlatilag nem mászott föl. Csak egy speciális gép letette ott a tetején. Tehát az, hogy te fölmászol a K2-esre az összes tréninggel, szenvedéssel, veszéllyel, mindennel együtt, akkor a tiéd a hegycsúcs. De ha fölvitt valaki, akkor az gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy te fölmásztál oda. Teljesen más. Vagy a saját erőfeszítésedből lesz a tiéd, és akkor tényleg tapasztaltad, vagy pedig nem. Ezért nem lehet például a megvilágosodott tudatot különböző segédeszközökkel, mint kémiai vegyületek, vagy egyéb ilyen rásegítők, ezzel nem lehet előidézni. Mert az valami más. Tehát vannak olyanok, hogy arról beszéltek, hogy bizonyos kuan válaszok felkerültek az internetre. Na és? Semmi nem történt. Illetve azt a választ kilőtte valaki, de hát attól még 1700 koanból bőven van elég, és egy ügyes tanító azt újra tudja konfigurálni úgy, hogy ismét használható lesz. Tehát ezen nem fog változtatni lényegileg senki és semmi. Tehát vagy eléri ezt a pontot, vagy nem. Ez ennyire egyszerű. Jó, tovább. Egy másfajta kérdés, hogy... megvilágosodott tudat. Tehát, hogy teljesen legmagasabb tudat szintre kell jussunk, és például mi van akkor, ha például elalszik az ember, álomba merül. Akkor is az ember tudatos. Ha megfelelően gyakorol, akkor az álmában is egybe marad a tudata, és nem engedi, hogy az álom illúzió világa elborítsa. Tehát az alapvető kérdéssel, a mi vagyok, vagy mi ez című kérdéssel, a régi tanítás szerint úgy dolgozunk, hogy ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszélgetve,
alvás közben és ébren, ezen 8 állapot mindegyikében folyamatosan, megszakítás nélkül fölteszed a kérdést, mi ez? Mi ez a lényeg, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik? Mi az a lényeg, ami magára veszi a lélek terheit? Mi az a lényeg, ami megszületik ebbe a testbe? Mindez egyben, mi ez? És ezt a kérdést tartani, ezen 8 állapot mindegyikében is. Ebben benne van az, hogy alvás közben is, és ébren is. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy a tér a tudat tisztítására és a meditáció gyakorlására. És vannak olyanok, akik ezt már tudják alvás közben is, és működik. Egy kicsi példát mondanék, hogy egy picit közelebb legyen, hogyha ebben a szobában mondjuk elhelyeznének egy füstdetektort, akkor az érzékelni, hogyha mondjuk valakik dohányoznának, vagy tűzütnek, és akkor valahol egy szobában egy ni-ni-ni-ni-ni, így felvillan, egy fény, megszólal egy hang, tehát riasztunk. Na most az álom állapotában is működhet hasonlóan a tudat, hogyha rengeteg mindent termel álom állapotban, és elkezdi elborítani a tiszta tükröt, az igazi önvalódat, vagy egyszer csak bekapcsol a kérdés, vagy ha mantrával dolgoztál, bekapcsol a mantra, és ezt a tartalmat leválasztja rólad. És akkor az elmegy. És te maradsz. És nem követed az álmodat Las Vegasba, vagy a déli sarkra, vagy akárhova vinne, akármilyen világba veszítene téged bele. Maradsz itt, ebben a pillanatban tisztán. És hogyha a gyakorlatot kellő intenzitással és éberséggel bír, akkor ezt nem követed, hanem rájössz, hogy álmodsz. És ez egy komoly tudati lépés. Tehát még álmodsz, de már van egy olyan éber jelenléted az álomban, hogy megkülönbözteted igazi önvalódat, tükörszerű tiszta tudatodat az álom anyagától, magától, és még alszol. Tehát tudod, hogy álmodsz, de még alszol. A test még pihen. Még nem nyitottad ki a szemedet, még nincs tudatos gondolkodás, csak van egy olyan jelenlét, amely nem követi az álmot magát. Hát ugye ez azért nagyon sok meditációt igényel, gondolom. Egy attól függ. Tehát mindig megkérdezik, hogy milyen gyors a zen útja, mert azt szoktam mondani, hogy olyan gyors, amilyen gyorsan elengeded a saját téves nézeteidet, ragaszkodásodat és vágyaidat. Ilyen gyors. És ezt életeken keresztül szeretjük így tartani, tehát hogyha ragaszkodunk az álmainkhoz, akkor ez az éjszakai pihenés hiányán is meglátszik. És az ember éber állapotban végzi a meditációt, legalábbis igyekszik éber állapotban végezni, néha nem sikerül, és főleg hajnalban ilyen szomjas kacsákot ülnek a vánkosan, és bukdácsolnak a nem létező életvízbe oda előre. Tehát igyekszünk éber módon végezni a meditációt, de hogy mennyi ideig tart, amíg ebben a 8 állapotban ülve, állva, járva, fekve, stb. Ugye a mentális 4 az a legfontosabb, beszéd és csend egyaránt, és ébrenlét és álom egyaránt. Tehát ekkor szoktuk elveszíteni, megszólalunk, feljönnek a gondolatok, és kalapkabát, megszűnik minden. Addigi éberség, addigi jelenlét, és a szavak és a gondolatok a saját poklunkba bele tudnak vinni. És aztán az álom szinte tehetetlen az ember, mert a karmája akkor kezd el táncolni, éber állapotban a tudatküszöb alá legyűrtünk dolgokat, hogy nehogy foglalkozni kelljen velük, és az álomban előjön. Néha többször, néha megismételt epizódokkal. Csak nincs kiírva, hogy ki a rendező. Na, azt kell megtalálni. Aki ezt a nagyon-nagyon kellemetlen filmet rendezi néha. Vagy pedig nagyon kellemes, de akkor még probléma, hogy ugye ragaszkodunk hozzá, mert jaj, de jó volt, én még szeretnék ilyet álmodni. Ébresztő? Nem, még szeretnék ilyet álmodni. Tehát attól függ, hogy milyen gyorsan szabadulsz meg a ragaszkodásaitól, ugye? És hogyha elengeded, akkor az éberség megvalósul. Akkor a tiszta jelenlét, ez a nem tudó, nem gondolkodó tudat megvalósul. Ugyanis ha nem hozod létre az életet és a halált,
akkor megszabadulsz az újraszületések kényszerétől is. Engem mostanában foglalkoztat, hogy mennyire lehet jót tenni, tehát a környezetünkben, amíg magunk sem vagyunk mindig kiegyensúlyozottak, vagy esetleg stabilak, de valamiért látjuk, hogy bizonyos helyeken valamit változtatni szeretnénk, vagy segíteni esetenként. Meg kell ragadni azon ritka és értékes pillanatokat, amikor valóban kiegyensúlyozottak vagyunk és tisztán látunk, de ezek a pillanatok tényleg nagyon ritkák, tehát akkor elemi erővel adja magát az a kényszer, hogy szaporítsuk ezen pillanatokat. Tehát ez lenne a meditáció gyakorlata, hogy tényleg kiegyensúlyozottan, tisztán látással, bölcsességgel és együttérzéssel bírjunk, és ekkor sikerül jó döntéseket hoznunk ahhoz, hogy segítsünk magunkon és másokon egyaránt. Ez viszont meditációs gyakorlat nélkül nem megy. Tehát a tudatunkat is, hogyha az anyagi világra ennyi energiát fordítunk, ha annak a töredékét fordítanánk a tudatra, a lélekre, akkor már más minőséggel bírnánk, és másképp működnénk. Tehát ezek a pillanatok tényleg ritkák, és ha úgy érzed, hogy nem jó helyről jön az, amit mondasz, nem jó motivációja van a cselekvésednek, valaki vagy valami más szólal meg belőled, mint amit szeretnél, akkor azt abba kell hagyni. Mert nem az a minőség valósul meg, nem az jön ki belőled, amit szeretnél. És akkor magunkon javítunk először belőle, és tisztogatjuk, és beállítjuk, és utánállítjuk, és kicseréljük, és stb. És majd akkor valami más lesz. Akkor már megváltoztunk. Másképp látunk. Másképp viselkedünk. Jó. Sajnos enélkül nem megy. Tehát, hogyha lenne valami gyorsult, ez a zen tabletta, odaadom, tudatod pedig tiszta lesz, mint a tér, mint a tükör, és csak naponta egyszer kéne bevenni, de nincs ilyen. Szerencsére, mert képzeld le, milyen drágán adnák, és mi mindennel kevernék össze. Hát nincs. Nem is lesz. Ez a Buddha természet, a felébredés természete, a lehetőség a megvilágosodásra minden emberi lényben benne van, kivétel nélkül, mindegyikünkben. Ezért nem lehet külön adni. Ezért nincs guru biznisz. Nem kaphat semmi különlegeset a tanítótól, kivéve segítséget, tanítást, bölcsességet, együttérzést, ezt mind meg kell kapnod ahhoz, hogy haladhass az úton. De ez a nagyon-nagyon drágán a füledbe súgott, egyedi, csak neked, csak itt, csak most ez a tanítás, nincs. Nincs. Ami kell, alapvetően már benned van. Azt nem tudod kiművelni. A tapasztalatáért nagyon sokat lehet tenni, de a magva, a lehetősége már bennünk van. Ezt hívjuk Buddha természetnek. A felébredés lehetőségének. És ez még elég vastagon van borítva karmával szinte mindegyikünkben, de azért a lehetőség a kis vakarásra, a lepucolásra, az mindegyikünkben ott van, csak erőfeszítést kell tenni. Meg kell mozdulni. Meditációt kell esetleg gyakorolni, mindegy hol, mindegy milyen színű, milyen kultúrai, teljesen mindegy. Csak az energiáidat fordítsd visszafele, és befelé nézz, és találd meg igazi önvalódat. És akkor az egoitásod illúziója, viszlát, és akkor vagy itt. Akkor vagy ebben a pillanatban. Akkor vagy önmagad. Akkor látsz tisztán, akkor hallasz tisztán, akkor ismered fel a helyzetedet tisztán, akkor teremtesz kapcsolatot tisztán, és akkor cselekszel tisztán. Egyébként álomvilág a köbön. Miközben én, mint szülő, megpróbálom megtalálni ezt a megbékélést önmagammal, addig a gyerekemet mondjuk a társadalom végett pont az ellenkezőjére buzdítom. Most ezt személyes tapasztalatból mondom. Tehát most veszem észre, hogy mekkora hibát követek el, mégis úgy érzem, hogy egy pár éves gyereket egyszerűen nem hagyhatom magára, hogy majd te eldöntöd, vagy nem is tudom. Az üres pohár az a teli pohár ellentéte? Igen. Nem.
Nem. Az üres pohár üres, a teli telé. Most nézd meg, megtöltöm félig. Tudathasadása van a pohárnak, hogy én üres is vagyok, meg teli is? Identitászavara lett? Nem. Tehát minden ember életében megvan az a szakasz, amikor meg kell tanulni például járni, pisilni, enni, öltözködni, bekötni a cipő. Én emlékszem, a cipő befűzése ez egy nagyon nagy feladat volt, de megoldottam. Apám nagyon sokat segített. Tehát megtanította a masnit. Erre nem jöttem rá. Tehát meg kell tanulni egy csomó mindent, és van olyan, amikor megtanítjuk a gyereket küzdeni. De nem mindegy, milyen tudattal tanítod meg küzdeni. Hogy egy mindent letaruló, dúvad, ádász tudatot tanítasz neki, mert a világ is ilyen. Vagy pedig azt mondja, hogy küzdj, de küzdj nemesen, küzdj békével a szívedben, küzdj másokért, és nem magadért, és vívd ki a győzelmet, de ne akard megtartani. Tehát nagyon-nagyon sok mindent lehet, csak illúziókat ne tanítsunk a gyereknek, és ez nem azt jelenti, hogy mindig mindent teljesen maximalista módon akarjunk akár elmagyarázni neki, akár megtétetni vele. Nem erről szól a történet. Lássuk be, hogy abban a helyzetben, abban a viszonyban a gyereknek milyen tanításra van szüksége ahhoz, hogy tovább járja az útját. És ez nincs ellentétben, tehát a béke és a harc nincs ellentétben, de amikor harcolni kell, akkor harcolunk, amikor békében lehetünk, akkor békében vagyunk, és egyiket sem magunkért csináljuk, és egyikhez sem ragaszkodunk. Jó? Tehát az a fontos, hogy a gyereknek ne abszolút értékű nézetet taníts, de tanítsd meg jelen lenni, tanítsd meg helyesen felismerni, tanítsd meg viszonyítani, tanítsd meg célt kitűzni, és tanítsd meg akarni és cselekedni, és erőt belefektetni abba, amiben hisz. És a hit nagyon fontos. És nem arra a hitre gondolok, amely buszokat, metrókat és repülőgépeket robbant fel. Hanem arra a hitre gondolok, amely belső, szilárd tapasztalaton alapszik, és amely egyezik a külső vagy látszólag külvilág működésével is. Tehát tapasztalaton, egyévvált tudaton alapuló hit. És ezt nem korai megtanítani a gyereknek. Tehát nem kell hazudni a gyereknek, csak meg kell nézni, hogy mit képes befogadni, mire van szüksége ebben a pillanatban, és annyit, és úgy taníts meg neki, hogy ez később bővíthető legyen, és ne jöjjön vissza évekkel később. De anyu, ezt mondtad, és én azt csináltam, és ez lett belőle. Ott és akkor az volt, itt és most már más. Miért? Mert eltelt 5 év. Te meg felnőttél, fiam. Ezért. Jó? Tehát lehet ezt jól csinálni úgy, hogy tudja tükörbe nézni, és ne hasadjál se te, se a gyerek. Jó? Csak ahhoz belül is nagyon komoly tisztító munkát kell végezni, hogy belásd a világ relatív működését. Ez a világ, ez nem egy abszolút történet. Itt nincs semmi abszolút. Nincs semmi, ami megjelent, de nem tűnik el. Ami idáig változott, de ezután ne változna. Ami eddig feltételhez volt kötött, az ezután is az lesz. Tehát ez a világ, ez egy relatív dolog. A jelenségek mind relatívak. És amivel a gyerek találkozik, az ilyen szempontból relatív tanítást igényel, de az a tudat, amely nem kötődik a jelenségekhez, amely nem függ élettől és haláltól, amely ebben a pillanatban látja a múlt, a jelen és a jövő működését, az abszolút, csak az nem jelenik meg, az nem tűnik el, annak nincs neve, annak nincs formája. Jó? Tehát nevezhetem abszolútnak, de még ez se jellemző rá, mert fix attribútuma nincs. Jó? Tehát ezért érdemes megnézni, hogy a gyereknek valójában mire van szüksége, milyen irányba menjen, mire nevelem, mert az lesz belőle. Semmi más kontroll nincs. Semmi. Csak ő, meg te, meg a világ, most leegyszerűsítve. Az út, amely ugye kiszabott az életünkbe, a földi életünkbe, hogy ugye azt kövessük tulajdonképpen. Kiszabtuk, tehát kövessük. Tehát az... a születésünkkel választottuk szinte. Előtte. 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 Igen. Na és akkor ugye, hát mivel elég hosszú ez az út. Hosszú. Ez a 70-80 év, ez... Igen? Hát mondjuk, jó, hát így van értelemben, hogy most gondolok nem csak a
olyan értelemben, hogy a szülő és a gyermek, hanem az egész család, mint olyan, annak a, hát mondom azt, hogy működtetésére, de ez nagyon rossz szó. Egyáltalán nem rossz szó. Működtetjük a családunkat is, mindenkit, és magunkat ez is. Így, és ugye a változások, azok jelen vannak állandóan, és az a kérdésem, hogy tehát kicsit úgy ellentmondásosnak találom azt, hogy tehát azon az úton haladjunk, mert ugye az számunkra hát kiszabott, viszont a változásokat meg vegyük figyelembe, és tehát, hogy is mondjam neked, megvan az ellentmondás gyökere, és megértettem, amit kérdeztél. Hát, nem tudtam, az útunk az nem kiszabott. Azt mi eldöntöttük, hogy mit csinálunk. Igen. Még a születésünk előtt. Azért születtél oda, olyan helyre, azokhoz, és a többi. Ez a korábbi életeink okozati viszonyaiból épült föl. Tehát te nem lehettél más, mint aki lettél, de a születésed után, mihelyt rájöttél, hogy te az vagy, aki, szabad akarattal döntesz, hogy ezt az utat megváltoztatod-e, vagy sem? Beteljesíted-e a korábbi karmád ugye, irányát, vagy sem? Mi van, hogyha valaki rájött, hogy ő sorozatgyilkos belül, és ő ezt szeretné csinálni? De valahol találkozott egy jó pillanatban egy olyan tanító, aki azt mondta, hogy nézzél befelé, és kérdeznek, hogy miért születtem meg. És állandóan az a válasz, hogy ő átlag 2 havonta szeretne egy emberi lényt ugye megszabadítani a testétől. Hogy ez és a feladata? Hogyha ő erre jött rá, akkor ezen valószínűleg változtatni kéne, mert belátta a szenvedést, annak okát, megszüntetését és a megszüntetés útját is. Hogyha már befele nézett, akkor erre azon nyomban rálátott. És ez, uram, atyám, hát hogyha ezt a karmát hoztam le, akkor nem kellene ezen változtatni egy cseppet? És akkor a szabad akaratával változtat rajta. Ezért mondtam ezt a nagyon-nagyon őrült példát, mert erre belül ráláthatunk kicsiben, a kis személyiség részeinkben, az apró kis elrejtett szokásainkban, hogy még mi minden hobbit, néha nagyon-nagyon paradox és agyament hobbit itten belül még őrizgetünk, amit még ki lehetne pucolni, de majd később. És amikor nagyon komoly válság, meg önsorsoltás lesz belőle, akkor rájövünk, hogy huha, hát ezt tényleg ki kellett volna takarítani. És ezt fölnagyítva látod, hogy huha, hogyha egy ilyen nagyon gyilkos karmát hozott le valaki, azt, hogyha már rálátott, hát akkor a saját akaratából, a saját belátásából, hát csak ki lehet ugye javítani, vagy valami más környezetbe tenni, hogy az ne legyen annyira brutális. Hát tulajdonképpen no. Én arra gondoltam, hogy tehát a kérdésemmel, hogy így a mindennapos életünket, és hát a zen mennyire tudjuk akkor így ilyen civilizációba, meg ebbe a fogyasztói társadalomba kicsit gyakorolni. Nagyon tehát, jól, nagyon jól. Például tehát elmélyed... én konkrétan így gondoltam, hogy mert ugye a katolikus vallásban is, mivel mi ugye eredetileg katolikus vallásúak vagyunk, amit most gyakorolunk, vagy nem, de tehát ott is azért megvannak bizonyos, hát ugye a család mind olyan, hogy ez mennyire fontos. Viszont nagyon sokszor épp a családtagok és a családon belül vannak a legfájdalmasabb szenvedések. Nagyon, itt álljunk is meg. Természetes, hogy fontos a család, nagyon fontos, hogy kikhez születsz újra, és őket is meg kell próbálni segíteni, és az a legfájdalmasabb, hogy őket lehet szinte a legkevésbé. A szomszéd asszonyod jobban meghallgat, mint esetleg a saját családtagod. Így van? Hát de nem a szomszéd asszonyoddal élsz együtt, hanem a családoddal. Na ezért. Amikor erre rájöttünk, akkor arra is rájövünk, régi fizika, meg kémia, hogy az ellentétek vonzák egymást. És ez iszonyú kemény, amikor ebbe belelátsz. A legnagyobb vonzerő a legnagyobb ellentétek között van. És ez nem van a mélyen, hát ez nem, hogy mi tudatosan itt ilyen ellentétként éljük meg a családi viszonyainkat, nem. Szeretjük egymást, viszonyulunk egymáshoz, segítjük egymást, stb. Stb. Csak a mélyén, a legmélyén kőkemény ellentétek vannak, és ezek bizony válsághelyzetekben, nagy egyet nem értésekkor, nagy nyereségkor, lottó, nagy veszteség elúszott a hásvájci frankkölcsön. Tehát ilyenekkor szoktak ugye kiderülni, és akkor iszonyatos ordítozás van.
hatalmas ellentétek vannak. Mert akkor derül ki, hogy apuka és anyuka nagyon másképp gondolkodnak. Addig nem. Addig csak szépen lassan gyúrták egymást. Néha-néha ugye egy-két feszült pillanat is volt, de az ahhoz képest, amikor a valódi leckék oda vannak téve az asztalra, amikor valóban szemügyre kell venni, hogy a lelkek mélyén mi van, ahhoz képest az semmi se volt, még előgyakorlat se. Tehát a legnagyobb ellentétek vonzák egymást, és azért jó, hogy ezek tudattalanok, mert nem esünk egymás torkának. És ezeket az ellentéteket szép, lassan, darabonként, morzsánként megéljük belül, és azért morzsánként, hogy vissza tudjam fogni magam, hogy meglássam, és szépen lassan elengedjem, darabonként félretegyem. Minden este vacsoraasztalnál oda akarok szólni, de mégse szólok. Csak így szép lassan belátom, hogy mi az, ami bennem ezt generálja, mi az, ami ezt a lelkemben, a tudatomban létrehozza, és félreteszem. Hatalmas tréning. Az emberi kapcsolat és a családi viszonyok az egyik legnagyobb tréning a világon. Csak az a baj, hogy nem tréningként fogjuk fel, és nem a szellemi úton használjuk fel. És amit kérdeztél, hogyha a fogyasztói társadalomra szeretnénk alkalmazni, én nem tudom elképzelni, hogy normális, tiszta tudat nélkül akár egy nagy bevásárlást el tudnánk épésszel intézni. Hát olyan elképesztő kavalkád van, hogyha nem tudnál választani, ha nem tudnál tisztán dönteni, hogy mi a fontos, a kevésbé fontos, és a teljesen jelentéktelen, hát a fogkrémeket nem tudnád kiválasztani. És ez még egy nagyon egyszerű probléma. Aztán a családban is a fontosságot el kell dönteni, hogy kivel beszélek többet, kevesebbet, kinek van szüksége több szeretetre, és ez mind ösztönös. Tehát ezt nem gondoljuk át tudatosan, csak akinek jobban fáj, annak több gyógyszert adunk, ugye? És ez az emberi szívvel, az emberi lélekkel is így van. Tehát én nem tudom elképzelni, hogyha minőségi változást akarunk elérni, vagy legalább normálisan szeretnénk élni, akkor a tudatunk minőségét valahogy ne javítanánk. Olyan elképesztő mennyiségű szemetet kell behordani a tudatba ahhoz, hogy a mindennapi életet élhessük, olyan mennyiségű adatot kell átbocsátanunk magunkon, hogyha azt nem pucoljuk egyszer ki, akkor elönt bennünket, és kész, megfulladunk. És vannak ilyenek. Ezek azok az emberek, hogy testben ott van előtte, de nem tud egyenesen rád nézni, mert a szeme az ide-oda megy. Mert a tudata is belül ide-oda megy, és másodpercenként ötször klikkant a kis belső egerével. Ugye? Tehát, hogyha már ilyenek vannak, akkor tudod, hogy az túl van töltve. Ott már nagyon nagy gond van. Tehát, ezt én mindig mondom, mindegy milyen vallás, teljesen mindegy, hogy milyen felépítményt raksz rá, csak az alapok legyenek nagyon tiszták. És hogyha az tiszta, bármi lehetsz. Bármi. Most így ennek kapcsán, tehát, hogy a zen tanítás szerint hát minek nevezzé azt a dolgot, hogy tehát, hogyha találkozott két ember, mondjuk szerelmes egymásba, és aztán nem tudom én, együtt élnek évtizedeket, hogy ezt véletlennek minősíti, vagy ez valóban egy karmikus dolog, és hogy akkor tényleg a kitartás egymás mellett és az egymás iránti... Ez nem véletlen, de nem is végzetszerű. Nem végzetszerű. Nem végzett, hanem kezdett. Tehát minden pillanatban újra és újra kezdjük ezt a dolgot, ezt a kapcsolatot, és ez egy nap mint nap, percről percre, pillanatról pillanatra újra teremtett kapcsolat. Az nem azt jelenti, hogy mindig megsemmisül, csak azt mondom, hogy ez önmagában nincs. Ezt mi teremtjük meg? Esetleg életeken keresztül ugyanazzal a lélekkel teremtjük meg, vagy hasonló lélekkel, mert ilyen is van. Tehát nem végzetszerű, mert nem valaki leosztotta, mint egy kártyapartiban azt a hendet, ami előttünk van. És nem is véletlen, hogy feldobtunk egy hatalmas kártyapaklit az égbe, és ami leesett az asztalunkra, az. Nem. Mi kevertük meg, mi osztottunk a másiknak is, és magunknak is, és bizony a másik kezében is ott van ugyanaz a deck, és ő is oszt nekünk, és magának. És ezt mi csináljuk napról napra, életről életre. Tehát ez a teremtett és teremtő egyben látása.
Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Azért térnek vissza erre az utolsó mondatra, mert ezt általában nem szoktuk. Tehát vagy azt mondom, hogy majd én megcsinálom neked, te majd meg, elfogyasztod, elviseled, boldog leszel tőle, stb. Vagy pedig, jaj, majd én elviselem, majd én. Tehát a teremtet és a teremtőt általában szétválasztjuk, mert az európai kultúra ezt szokta. De eredetileg a teremtés és a teremtő és a teremtett az egy valamiben összpontosul. És ennek a széttagolódása ez a keletkezés, hogy látszólag az alany és a tárgy, az alfa és az omega elkülönül. A nagy nyugati bódhiszatvánk azt mondta, hogy igazi önvalódban van az alfa és az omega. És ezt rosszul énnek fordították. Ego, ugye? Tehát énnek fordították. Már a görög sem volt jó, mert ugye arameusból ment át, és utána pedig jött a latin. Hát addigra már annyi minden történt. Az egyházban is, a nyelvészetben is, meg a világban is. Tehát igazi önvalónkban van a kezdet és a vég. A teremtő, a teremtés és a teremtett is. És ennek a kivetülése, ennek a megvalósulása láthatóan ez az érzékszervekkel tapasztalható világ. Ilyen rövid kérdés, hogy mindenkinek van karmája, előző élete? Ez az első. Hát ha megszülettél ide, akkor van. Akkor azt nem értem, hogy akkor hogy van a szaporulat? Tehát, hogy 2 évvel ezelőtt még 5 milliárdon voltunk, most meg 6 milliárdon. Hol van az ellentmondás? Nem így értem? Több ember születik, és? És akkor ezeknek nincs előző élet. Hát miért ne lenne? Gondolod, hogy csak emberi birodalomból születik embernek? Így gondoltam, igen. Így gondolod, na de így is van. Hát, tartsd nyitva a kérdést. Tehát az a jó, hogyha magadban föltetőd, tényleg csak az emberi birodalomból születnek emberi testbe emberek, vagy esetleg fölülről is és alulról is talán beszivárognak még más típusú tudatok. Második kérdés még vadabb, csak a földről születünk a földre újra? Vagy esetleg más helyről is ide látogatnak? És hogyha ezt is kinyitod, akkor aztán tényleg olyan tárház van, annyiféle helyről jöhetünk, és annyiféle tudat birodalomból jöhetünk, hogy bőven betöltünk, nem, hogy 7 milliárdot, 17 milliárdot is. Akinek arra van karmája, hogy erre a földre szülessen, aki ezt bevállalja, az itt fog újra születni, és mindegy, hogy előtte mi volt. Tághatárok között mindegy. Ehhez kapcsolódik egy kérdés, hogy akkor miért nem emlékszünk az előző életeinkre, mert lehet, hogyha mindegyikre emlékeznénk, akkor többet tudnánk globálisan tanulni a folyamatból. Tehát túl fiatal vagy ahhoz, hogy a régi vetélkedőkre emlékezz, ami úgy, tudjon meg többet a Szovjetunióról. Tehát ez volt az a vetélkedő, amikor a Szovjetunió összes régi tagállamát, fővárosát, lélekszámát, esetleg a pártitkár nevét, ezeket tudni illet, és akkor kaptál piros pontot. Na most ezt senki se tudta úgy agyilag egy személyben, tehát csapatverseny volt, és ilyen 5, néha 10 fős csapatok versengtek a szelíd gesztenyéért meg a piros pontért. De senki sem tudott mindent. Mindenki csak egy részét tudta. Egy agy nem tudta volna felgyűjteni az adott felkészülési időben ezt a tudást. Ha erre kényszerítettek volna bárkit, az egy olyan túltöltöttséget eredményezett volna, hogy a szerencsétlen utána teljesen, nem is tudom, mi történt volna, valami átkattant volna benne, mert egyszerűen az agya nem tudja befogadni ezt a sok információt. Ezt azért ábrázolom így, mert egy vetélkedőnek az anyaga az trilliómod része annak, amit előző életeinkben tapasztaltunk. És még ez se fér be. Tehát, hogyha tudatosan emlékeznénk az előző életünkre, és az azt megelőzőre, és az azt megelőző sok százra, vagy ezerre, akkor szinte biztos, hogy megkattannánk. És ezért a tudatküszöb az egy önvédelem is. Ez egy biztonsági zóna is, hogy azon nem jön keresztül semmi más, csak amivel dolgod van. Tehát ez nem egy átjárhatatlan betonküszöb, vagy betonkéreg, hanem ott az archetípusokból jönnek az üzenetek, néha az álmunk úgy üzenget,
az összes érzékszervi hatás oda lemegy, tehát egyfajta körforgása, mint a vízimalom, ugye? A kerék egy részét látod, a másik részét nem látod. Csak itt pont fordítva képzeld el, egy normál vízimalomnál ugyan 5%-a megy bele a patakba, a többi az pedig ott szépen forog, fordítsd meg, körülbelül 5%-a számunkra a tudatos, és a 95 az pedig tudattalan, de forog, és jön fölfelé is a tudattalamból, és megy lefele is a tudattalamba szépen a küszöb alá. És ez így van rendjén. Ezt a küszöböt mi nem repesztgetjük, nem tesszük lejjebb vagy följebb, hanem áttetszővé tesszük. Tehát látod a tudattalant, és ott is hagyod. Nem kell tudatosítani mindent. Csak ráérzel, rálátsz. És amikor följön az a tartalom, hogy tudatossá váljék, és te foglalkozz vele, akkor már egy előzetes tudással, tapasztalattal bírsz, tehát jobban ismered önmagad. És nem vagy kiszolgáltatva ezen tartalmaknak, hanem van döntési lehetőséged, mert a rálátás az tudati teret jelent. Messzebbre látsz, nagyobb tered van. Mélyebben látsz magadba, nagyobb tered van. A térrel idő is jár, tehát tudsz dönteni. Például rálát valaki a saját agresszív hajlamára, és mielőtt pofán vágja a másikat, már itt észreveszi. Ennyi tere van, hogy megállítsa. Csak azt mondja itt, hogy hát mégsem. Jó? Egyszerű példa, de fordítsd le a saját életedre, hogy mi minden jön fel a pszichédből belülről, és mi minden akar manifestálódni, ezek mind előző életből ugye elintézetlen dolgok, korábbi karmák. És a születésünknek az úgynevezett driverei, hogy miért ide, erre a helyre, ezekhez, ilyen időbe, ilyen térbe születtünk meg, azért, mert ezt a korábbi karmát szeretnénk itt folytatni, és megváltoztatni, és bizonyos részeit beteljesíteni, más részeit elhagyni. Ez egy nagyon dinamikus valami, nem egy robotpilóta ugye, módjára működik, és hogyha kellő mértékben rálátunk önmagunkra, akkor ez a pillanat letisztul, és itt van a kulcs. Tehát ez a pillanat itt és most legyen nagyon tiszta. Minden rálátás előző életre vagy életekre az mellékterméke ennek az erőfeszítésnek. És jogos és nagyon jó mellékterméke. Hát a méz is egy mellékterméke ugye a méhek munkájának, és mennyire fontos. Ugye? Tehát ne óhajtsunk ilyen különböző regressziókba belemenni, mert a múltban csak a múltat találjuk. Igazi önmagunkat ebben a jelen pillanatban találjuk meg. És a jövő ugyanez. Ne aggódjunk a jövőért, és nem is akarjuk megmondatni mással, hogy a mi jövőnk micsoda, mert akkor ellopják a jövőnket. Akkor azt jó, megmondták, és akkor megint robotpilóta. Ugye? Nem jó. Ebben a pillanatban manifesztálódik a múlt, a jelen és a jövő, és pontosan annyi belőle, amennyi kell. Ha a tudatod tiszta, akkor ez a pillanat is tiszta, és akkor a múlt, a jelen és a jövő is tiszta. Ha pedig nem, akkor elvesztünk a múltban, elvesztünk a jelenben, és elvesztünk a jövőben is, és hogyha ehhez még ugye előző életbeli tudatos tapasztalások származnak, vagy párosulnak, akkor igazán nagy galiba lehet. Tehát akkor komoly bezuhanások és személyiségzavarok és egyebek, ezeket hívjuk dharma balesetnek, hogy te itt vagy a 2013. év október hónapjában, de a személyiséged egy 1783-as valóságot él. Na ekkor szokták ebbe a bizonyos zubbonyba bekísérni az embert, és hogy legyen szes ebbe a kis fehér autóba, fáradjon be, hogyha valami gond van, akkor még egy kis nyugtatót is kap hozzá, és egész addig, amíg meg nem érkezik a különböző ilyen elektronikus kezelések után, ide addig szegénykét ütik, szedálják, gyúrják, stb., mert ugye más eszközökhöz nem értenek. És valójában ide kéne visszajönni ebbe a pillanatba, és pontosan annyit látsz meg előző életeidből, amennyit kell, nem többet. Tehát ne akarjunk visszamászkálni oda, mert ugye érdekes, kutassuk, ne kutassál te. Amit kell, azt majd megtudod. Az összes karmádnak a jelenlegi eredménye ez a pillanat. Az összes előző életbeli társad, akivel dolgod van, az ebben az életben valahol találkozik veled. Tehát nem kell aggódni, hogy bármit is elveszítettünk ebből, mert épp elég van belőle itt és most nekünk, egymásnak. Úgyhogy
ezért mondom, ez a melléktermék, ez bejöhet, de korán sem cél, és nem jó és nem rossz, csak mint a ki tud többet a Szovjetunióról, nem jó nagyon belemélyedni, mert az ember megkatalhat bele, és ezt így barátilag javaslom, hogy ne ilyen irányú tevékenységet folytassuk, mert akkor mi leszünk az ápolt, és nem mi leszünk a doktor, és épp elég beteg ember van a világon. Már pár perce fogalmazódik bennem pontosan ugyanez a kérdés az őrületről, főleg engem mondjuk a skizofrénia érdekelne, hogy létezik olyan, hogy egy testben két tudat születik meg. Nem. Egy testben egy tudat, de sajnos szakadhat darabokra. Ez hogy? Móni, neked hány neved van? Egy. El tudsz mellé képzelni egy másikat, mondjuk azt, hogy Sára? Biztos, hogy nem. Tessék? Nem. Hát akkor mentes, hogy az ilyen hajlamoktól, most képzeld el, hogy az ember azt gondolja magában, hogy ő egyszerre Jóska és Pista. Aztán meg Aladár. És ezek a személyiség részek elkezdenek egymással beszélgetni és vitatkozni. Hát ez nem egy jó állapot. Először ki kell seperni a Jóskát, a Pistát meg az Aladárt, úgy, és utána pedig megnézni, hogy ki az vagy mi az, aki valójában ott van. Tehát ezek mind gondolmányok, és a gondolat az tudja önmagát hasítani. Az általa kialakított szerkezeteket hasítani, mint hogy a kőfaragó, ugye, ki tud venni egy hatalmas nagy kőtömböt egy kőbányából, és szépen azt elhasítani. És a tudat az erre képes. Sőt, hogyha már itt tartunk, akkor ki tud jelölni egy olyan tudatrészt, amelyik az összes fölött áll, és mindegyik másnak félnie kell tőle. Ez a paranoia. És hogyha ehhez még az előző hasító tendencia is járul, az a paranoid skizofrénia. Aztán van egy olyan, ami a szuperaktív, a másik pedig a depresszív, és hol a szuperaktívnak adja az energiát, hol pedig a depresszív tudatrésznek, és ezt hívják mániákus depressziónak. Sorolhatnánk, rengeteg van. Csak azért érdemes így szemügyre venni a dolgot, és nem az elmekortan könyvekből, mert azok rendkívül külsődleges és jelenségorientált leírások. Tehát ők már a tünetcsoportokkal dolgoznak. Minket az érdekel, mint zen gyakorlókat és meditátorokat, hogy ezek a jelenségek a tudatban hogyan keletkeznek, milyen módosulások vannak belül az önképedben, a világélményedben, a saját magad személyiségének a tapasztalatában, amely ezeket a külső tüneteket ugye produkálja. Milyen téveszmék, milyen illúziók, hol ment félre a dolog. Érted? És hogyha megszűnik a gondolkodásnak ez a kóros, vagy éppen patológikus működése, akkor a személyiség helyreáll. Tehát ezért kell talán tudati eszközökkel belülről sebészmentesen megoldani a történetet, mert sokkal kíméletesebb, sokkal önállóbban hagy, sokkal kevesebb a hiba lehetőség, és a többi. Tehát azt tud, hogy ami a tudatban kialakult és megjelent, az el is tud tűnni, és szerte is tud oszlani. Csak ez meg kell találnunk azt a kulcsot, azt az eszközt, amely a megjelenést és eltűnést, az alfát és az omegát szabályozza, ez pedig igazi önvalónk. És ez nem nehezebb, mint alávetni magad egy koponyaműtétnek. Tehát ezért kell a szó spirituális értelmében is észnél lenni. És ez az ész nem pusztán ez a gondolkodó, analitikus valami, hanem jelen lenni, világosan látni, hogy magadban mi történik, és azt követni, azt az irányt követni, ahova szeretnél menni. És azt az irányt nem követni, ahova nem szeretnél menni. Ki akarom mondani, mert hiszek benne, mert helyes, kimondom. Látom, hogy jön, mint beszéd, inger, de nem azt mondanám ki, nem én lennék, nem abba visz, nem mondom ki. Cselekedettel ugyanez. Jó? Tehát ezért kell a tudatnak teret adni, időt adni, ebben a pillanatban végtelen tiszta tükörként működni, hogy ezek a mozdulatok, a karmád megváltoztatása megvalósulhasson. Mert ha nem valósul meg, akkor külső segítséget kell igénybe venni, ami sokkal, de sokkal nehezebb. Sokkal, de sokkal több a hiba lehetőség benne. És van, amikor szükség van némi külső segítségre, de olyan keveset és olyan lájtosan, amennyire csak muszáj, hogy a mindennapi életünk működőképessége az megmaradjon.
És akkor lehet ezen az alapon javítani. Nem mondom, hogy skizofrénnek érzem magam, de érzem, hogy egyik felem ezt szeretné, a másik felem meg azt, tehát teljesen két részre vagyok szakadva. Mi az, ami látja ezt a két felet? Az nincs két félre szakadva. De honnan tudja, hogy melyik az igazi? Hangosabban. Honnan tudja, hogy melyik az igazi? Egyik se igazi. Egyik se hamis. Mi az, ami látja? Ezt kell magadban tudatosítani és megélni. És visszatérni oda. Ezt nevezheted felsőbbénnek, nevezheted önvalónak, nevezheted nem keletkező és nem megszűnő léleknek, teljesen mindegy, minek nevezed. Térj oda-vissza. A személyiségnek egyik része sem abszolút önálló létező. Eredetileg nincs hasadás. Ez is egy szokás. Fel kell ismerni, hogy mi az, ami újra termeli, és mihelyt leválasztottál róla, nem fogod újra termelni. Tehát mi az, ami látja a kettőt, a hármat, a négyet? Mi az, ami hallja a hangokat? Mi az, ami megcímzi ezeket? Mi az, ami véleményt mond ezekről? Tehát ezt a látót, ezt ragad meg, és minden mást engedj el. De ezt már mondtam, hogy én feltettem már nagyon sokszor ezt a kérdést, és egyszerűen nem jön semmi. Az a jó, most képzeld, de ha arra is jönne valami, azt is el kéne engedni. Ez a semmi, ez csak látszólag semmi. De ez nem semmi. Ez nyugalom, ez béke, nem keletkezés és nem szűnés. Tessék hozzászokni és megmaradni benne. Ez nem nihil, nehogy valaki azt higgye. Tehát Vimalakirti Buddha korának nagy gyakorlója ezt így mondta, a nem keletkező türelmes elviselése. Angolul, hogyha esetleg megnézed, patient endurance of the uncreated. Tehát a teremtetlen, türelmes elviselése. Tehát tessék hozzászokni, hogy nem keletkezik és nem szűnik meg, nem jön és nem megy, nem jelenik meg semmi. De ez a semmi, ez ebben a pillanatban tisztán jelen van, tisztán lát, nem cselekszik, de mégis mindenben benne van. Tehát a tiszta tudat az egyenlő a maximális éberséggel? Igen. Wow. Tehát mindenki folyamatosan képes a jelenlétre, és az a legfontosabb, hogy az ember visszajöjjön a pillanatba, mert megmaradni nem biztos, hogy mindig meg tudsz, de visszajönni mindig tudsz. Tehát ez egy nagyon-nagyon rugalmas tudati hozzáállás. Nem merev, nem görcsös, nem hiszed, hogy elértél valamit, és akkor nem is tudsz veszteni sem. De mindig ebbe a pillanatba gyere vissza, akármi történik. És egy idő után tényleg szokássá válik, jó szokásoddá válik, és semmi gond. A lélekvándorlásról mondjuk egy polip, vagy egy kukac, vagy egy mit tudom én, micsoda az újjá fog születni, vagy hol kezdődik az, vagy minek van lelke, és mi a lélek? Neked van, az biztos. De hogyha valaminek van tudata, annak van lelke? Igen. Mondjuk egy polipnak van. Akkor ő nem fog újjá születni? Nem muszáj, hogy mindig emberként szülessünk újjá. Vigyázzunk a lélekvándorlás fogalmával. Tehát tudjuk, hogy mi az? Nekünk az a dolgunk, hogy a saját, az emberi lelkünkkel legyünk tisztában, hogy mi milyen alakra hozzuk a lelkünket. Mert olyan lesz a következő test is. A felhők felszállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. A folyó nem marad folyó. A folyó a tengerbe folyik. A felhők felszállnak az égbe, és eső lesz belőlük, és leesik. Tehát nagyon dinamikusan kell ezt az egészet látni, és nem annyira statikus, hanem hogy egyes könyvek, vagy ugye egyéb nézetek ezt sugallják. Mit szeretnél? Szeretnél újra születést? Akkor létrehozod, és lesz. Nem szeretnél újra születést? Akkor olst ki azokat az erőket, amelyek által újra szület, és akkor nem lesz újra születés. Tehát, hogyha a dualisztikus gondolkodás, érzelem és tudatosság minden kettősségre alapozódó elemét te egyesítetted és kioltottad, nincs több újraszületés. De akkor tudat sincs, akkor énség sincs, mert egoitásod sincs, nincs, ami újraszülessen. Tehát, ha létrehozod azt, ami újraszületik, akkor van. Ha nem hozod létre azt, ami újraszületik, akkor nincs. Ezért mondom, hogy vigyázzunk a lélekvándorlással, mert ez állandóságot, abszolút értéket,
végzettet és ilyen előre tőlünk független megszabott pályát ugye sugal. Ez nincs így. Életeinket és halálunkat mi gyártjuk le, mi teremtjük meg, mi vagyunk a felelősek érte. Hogy jöjjön vissza a felelősség oda, ahol a szabadság is van. A lehetőség oda, ahol a következmény is van. És ezek mi vagyunk, emberek. Ez a mi tudatunk. És ezért a mi dolgunk. Hölgyeim és uraim, utolsó kérdés, ha van valakinél. Ha nincs, akkor nem maradt más hátra, mint hogy tisztelettel megköszönjem a ma esti jelenléteteket, hogy mindannyian eljöttetek. És remélem, hogy továbbra is együtt gyakorolhatunk. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek a figyelmet, a jelenlétet. Jó éjszakát kívánok!